9 éve indult el a Kalocsai Főegyház megyei levéltár archívumának a digitalizálása, amely a mai napig folyamatos. Már akkor is nagy volt az érdeklődés a feldolgozott anyagok iránt, legfőképp a családfakutatók regisztrálták magukat a honlapon és kutattak a gyökerek iránt. Az érdeklődés mostanra sem hagyott alább, hiszen például múlt héten a felhasználói belépések összesített száma meghaladta a 100 000-et az e-kutatás rendszerében. Mindenképpen egy nagy mennyiségi változás van a kutatóforgalmunkban ennek a szolgáltatásnak köszönhetően. Már 9 éve történik a kutatás, és hát ez a 100 000-es szám, ez nyilván helyi forgalomban elképzelhetetlen lenne, hiszen itt egy kutatószobában 2-3 embernél több nem tud beülni, el kell jönni munkaidőben, nyitvatartási időben, és még folytathatnám a nehézségeket. Viszont az a tapasztalat, hogy az online kutatások lehetőségével jóval többen tudnak élni, akár az esti órákban, akár hétvégén. A családfakutatás a kezdetekkor még mondhatni csak divat volt, viszont mostanra már egészen más céllal kutatnak a regisztrálók az archívumban. Identitáskeresés, nagyon sokféle motiváció van az emberekben. Mozognak, költöznek, külföldre mennek dolgozni, és lehetne még sorolni a különböző okait a változásoknak az életünkben, és nagyon fontosakká válnak ebben a helyzetben a gyökerek. Nem mindig van ott a rokonság, a közvetlen hozzátartozók, nem mindig tudnak ezzel kapcsolatban információkat szerezni az emberek, és felfedezték, hogy a múlt dokumentumai, az iratok ebben a kérdésben is faggathatók. Tehát ha fölteszik a kérdéseket, akkor fáradtság, kitartás kérdése, hogy hogyan haladnak a családfájukkal. A rendszerbe belépők nagy része külföldről regisztrál, így többek között ennek is köszönhető, hogy ilyen nagy a látogatói szám. 18-20 millió között van a megtekintett képek száma a rendszerbe ez a 9 év alatt. Tehát ennyi lapozás történik, mint úgy képzeljük el, ha könyvet olvasnánk, vagy ha iratokat forgatnánk, akkor ennyi lapozás történt a rendszerben. Ezek óriási számok, tonna szám kéne itt naponta mozgatnunk az iratokat, hogy ezt kiszolgáljuk. De azt hiszem, hogy nem csak mennyiségi változásról szól, ahogy a háttere, a motivációja összetettebbé vált ennek a kutatásnak, úgy a kutatók célja is valójában. Tehát épülőben van, úgy látom, az emberek között egy ilyen alulról építkező történelmi szemlélet vagy tudás. Ez azt jelenti, hogy amint az emberek maguk akarják felépíteni a családfájukat, akkor leginkább az egyszerű személyek hétköznapjaira kíváncsiak. Azokat a körülményeket kutatják fel, amelyek például bemutatják, hogy a régiek milyen élethelyzetben voltak, és ezekhez nem csak az anyakönyveket használják, hanem az utóbbi években digitalizált iratokat is.